A gyulladás csökkentő diétának a menete. Az Ayurveda ugye háromféle dósát, alaptípust különböztet meg, a válta, a levegő, a pita, a tűz, és a kafa vagy kapa, ő pedig a föld alkató emberek. Ugye ezeknek a keverékei vagyunk, optimálisan tridósásnak kellene lennünk, tehát ugye 33,3%-ban megoszlani. De most ez általában nem így szokott kinézni, a tűztípusú ember általában tudja magáról, hogy az, délben mondjuk gyilkol, hogyha nem kap enni, mondjuk büdösen tud izzadni, illetve gyulladások jelenek meg a szervezetében. Mit kell csinálni rendszeresen visszatérő gyulladás esetén? Olyan diétát kellene tartani, hogy három napig alacsony fehérje tartalmú ételeket bevinni. Ez azt jelenti, hogy 100 g-ból 15 g legyen maximum a fehérje, vagy még alacsonyabb. Nem olyan nehéz ezt betartani. Én például laskagómából szoktam pörköltet csinálni, mert meglepő módon a laskában alacsony a fehérje tartalom sokkal alacsonyabb, mint az egyéb gombákban, és akkor mondjuk kölesse leszem. És akkor ez úgy néznek ki, hogy reggel-este be kell vinni hozzá 500-500 mg kálciumot, a kácium az lehetőség szerint ne ez a sima, akárhol kapható kácium legyen, nem szerves kácium, ilyen a boszfélia, ugye ez, a, ez egy gyanta, és vagy pedig az ilyen tojáshéjból, meg, meg ilyen kagylóból, meg ilyesmikből készült káciumok. Jó, és akkor a kácium azt fogja csinálni, hogy mivel nincsen a, a a bevitelben fehérje, ezért elkezdi a gyulladásokat felzabálni, nagyon leegyszerűsítve sokkal mélyebben én sem értek hozzá és akkor három napig így enni, és a következő négy nap rendesen enni ha hosszabb óta komolyabb van fennálló gyulladás van akkor pedig úgy kellene csinálni hogy, hogy három, négy de akár hat hétig ezt megcsinálni, és akkor mindig három nap diéta, káciummal, négy nap rendes kaja. Hogyha esetleg ilyen felfázásos jellegű gyulladásat csinálod, akkor annyi lenne a plusz kiegészítés, hogy a harmadik nap este egy liter levelet, levelet, levet kell meginni, és akkor lehet, hogy másnapra ilyen nagyon csúnya, ilyen barnás, mindenféle darabos pisi jön ki, ettől nem kell megijedni, megtörtént az, amiért csináltuk a tűzalkatúaknak, havonta egyszer érdemes lenne egyébként is megcsinálni ezt a diétát. Jó, most megvártam a három percet, hogy a TikTokra pont jó legyen, és akkor itt fölolvasnám, itt a mesterem összeírogatta, hogy én tőle tanultam ezt a gyulladás csökkentő diétát Bakta Jádámtól, hogy, hogy mik, amik az alacsony fehérje tartalmú gumó és gyökérfélék, krumplirépa, zelle, cékla, karalábé, és hagyma, hát ezt így sejtjük is, tökfélék, sütő, főzőtök, édesburgonya, ura, abból tök jó lehet lakni, padlizsán, cukkini, karfiol, paradicsom, paprika, gyümölcsök lehetnek, ugye a banán, kivi, avokádó, ezek nem, lehet fehér is, árpa, hajdina és köles, vagy lehetnek oliva, szezám, repce, forgó olaj, kokuszolaj nem, és a zsír sem, mert a zsírban lehetnek ö, ö, húsdarabok, ö, és akkor egyébként meg lehet egy ilyen tök jó nagy adag zöldséglevest főzni, vagy gyümölcsnapot tartani, tehát hogy ki lehet ezt használni egy picit egy ilyen, ilyen pucolódásra is, vagy akár nyers zöldséggel, mondjuk most, amíg nagyon hideg van a nyers zöldség, az lehet nem mindenkinek annyira jó, mert az meg olyankor hűtő hatású a szervezetre, de ezt biztos, hogy jól ki tudott találni, Oké, okay, tehát, hogy három nap diéta, káciummal, és akkor négy nap rendes kaja. Attól függően, hogy mennyire súlyos, ha nagyon, akkor hat hétig ezt tartani, és akkor, ha meg kifejezetten tűzalkat az ember, akkor meg havonta egyszer megcsinálni, csak három napig, és kész. Úgyhogy akkor jó gyulladást, csökkentést kívánok!